Hogy őrizd meg a te erőd által a rád bízott drága kincset, a Krisztus arcot, a Krisztus szeretetet, Krisztus megbocsátását, életét, szavait, gondolatát. Nem azt mondja, hogy a saját magad erejéből őrizd meg, hanem azt mondja a Szentlélek által. Ennek a drága kincsnek a megőrzése az, hogy olvasod a Bibliát az otthonodban. Hogy imádkozol minden este összekulcsolt kézzel. Ez a drága kincs az, hogy segítünk másokon, szóval, tettekkel, más gyülekezeteken, közösségekkel, közösségeken, akiknek kevesebb van valamiből. Ez a drága kincs az, hogy átjárja-e a mi szívünket a szeretet, hogy oda tudjuk adni ezt a szeretetet másoknak is. Sokszor van az, hogy szeretünk, igen, szeretünk, csak lehet, hogy nem lehet látni rajtunk, nem lehet érezni rajtunk. Mi érezzük, de lehet, hogy más nem érzi. Ehhez kell az Isten szent lelkének a megelevenítő, megbátorító ereje, hogy merjünk szeretni a krisztusi szeretettel. A reformáció ünnepe nem csak azt jelenti, hogy visszanézünk, hanem előrenézést is jelent. A bizonyosságot, hogy őrzöm tovább a kincset, majd továbbadom, hogy ragyogjon, és ha majd egyszer el kell számolnom az őrzése felől, hűséggel meg tudok állni az én Uram előtt. Megtettem, Uram, amit rám bíztál, megőriztem, igyekeztem továbbadni szeretteimnek, körülöttem lévő közösségnek, és most itt állok a te színed előtt. Szeretett testvéreim, ez a reformáció. A ránk bízott igét, evangéliumot, drága kincset, Isten szavát, Krisztus arcát nem eltenni a zsebünkbe, hanem továbbadni másoknak is, hogy ők is megérezhessék Istennek a szeretetét, megbocsátó gyógyító kegyelmét. Így éljük majd a napjainkat. Amen. Válaszoljunk a mi Istenünk megszólító üzenetére és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy alig merünk egy-egy szót is szólni megváltó Jézusunkról, pedig ő életét adta értünk a kereszten. Bocsáss meg, hogy többre becsültük az emberek tetszését, mint a te igazságodat és kegyelmedet, és ezzel talán elmulasztottuk a másoknak való segítségadását, pedig nagy bajban voltak, és szükségük lett volna rá. Köszönjük neked, hogy olyan nagy a te türelmed, mi is ilyen türelmesek szeretnénk lenni azokkal, akik körülöttünk vannak. Köszönjük, hogy olyan nagy a jóságod. Ezt a jóságot szeretnénk mi is gyakorolni, amikor olyan emberrel találkozunk, aki nem jó hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy vissza ne éljünk türelmeddel és irgalmas szereteteddel. Adj nekünk is türelmet, amikor körülöttünk mindenki siet, és az emberek egymás szavába vágnak. Segíts minket megértő emberekké válni. Mennyei édesatyánk, köszönjük az ünnepnek a csendességét, áldását, hogy kiszakítasz bennünket a hétköznapokból, és elkülönítesz számunkra egy szent napot. Amikor arra emlékezhetünk, hogy őseink a te írásodat, szavadat tartották a legfontosabbnak, mert abban van az élet, az erő és a hatalom.
Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk ezekért az emberekért, akik megőrizték a kincset, átadták nekünk. Mi is ugyanígy szeretnénk átadni gyermekünknek, férjünknek, feleségünknek, barátunknak, kollégánknak, gyülekezeti tagunknak. Hadd tudjuk továbbadni mi is ezt a lángot, ezt a fényt. Szüksége van a világnak, Krisztus arcára. Nagy szüksége van. Add, hogy legyen erőnk továbbadni az életnek a fényét, Krisztus arcát. Hallgass meg Istenünk imádságunkat. Amen. Amen.